Kedves Edit, mielőtt a szakmai életedről beszélnénk, hadd kérdezzelek, milyen emlékeket hoztál magadról a gyerekkorodból? Szépen indult, és édesanyám 8 éves koromban meghalt. Máig nem tudom ezt elfelejteni. Édesapám fantasztikus volt, tehát ahogy pótolta édesanyámat, ahogy megtanult főzni, és minden vasárnap húsleves volt, rántott húsra, és minden vasárnap azt mondta, ilyen jól még sose sikerült, és ez minden vasárnap hallott. 1963-ban a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán kitüntetéssel végeztél. Mikor határoztad el, hogy villamosmérnök leszel? És hogyan? Mert ezt azért lányok ritkán szokták. Igen. Ennek valóban van egy története. Ugyanis végig általános iskolában és gimnáziumban is nagyon szerettem a matematikát és fizikát, de biztos voltam benne, hogy Isten ments, hogy én tanár legyek, középiskolai vagy általános iskolai tanár. Annyira nem vágytam erre, hogy gondolkoztam azon, hogy ezzel a téma szeretettel mi az, ami még lehetséges, és így döntöttem végül is a villamosmérnöki pálya mellett és a Műszaki Egyetem jelentkezés mellett. De túl sok lány nem volt akkor, gondolom. Hát ezt megmondták a fiú évfolyam társaim, hogy mi se valók vagyunk oda, csak tervgazdálkodás miatt 15%-ot föl kellett venni, és ezért vagyunk csak ott. Már egyetemi hallgatóként is részt vettél demonstrátorként a tanszék munkájában. Kiválasztottak erre, vagy te jelentkeztél, vagy hogy kerültél közel a tanszékhez? Igen. Nagyon megszerettem az egyik tárgyat, az átvitel technikát. Nagyon élveztem, és akkor a vezetékes híradás technika tanszéken néhányan szűrni mentek, néhányan hosszas betegséget szedtek össze, és hiány volt gyakorlatvezetőbe. És miután Gihert tanár úr látta azt, hogy én ezt a tárgyat nagyon élvezem, ekkor hívott meg demonstrátornak ez a története. Végzés után rögtön a tanszékre kerültél. Ez hogy történt? Még akkor is tartott sajnos a betegségek és a gyes időszak. Tehát hiány volt oktatóba, és meghívtak oktatónak. És akkor volt Kozma professzor úr éppen a tanszékvezetőm, dékán. És ősszel diplomáztam, ősszel bejött egy tanszéki értekezletre, és azt mondja, hogy pont most írtam alá a diplomákat, nem fogjátok elvinni. Hát nem kitüntetéses kapott az Edit. Kezdetben mit oktattál, és milyen tárgyak kidolgozásában vettél részt a tanszéken? Igen. A kezdetben, tehát ez az átvitel technika az, amiben gyakorlatvezető demonstrátor voltam. Ezt a tárgyat egy idő után átnevezték lineáris hálózatok című tárgyra. Ez volt a fő tantárgyam. Utána nagyon hamar az számítógépes áramkörtervezésre is rátértünk, és aztán későbbi években az aktuális világnak megfelelő tárgyak jöttek elő. 1972-ben műszaki doktori címet szereztél a Műszaki Egyetemen. Milyen témában dolgoztak ki a munkádat? Már a diplomatervemben is egy áramkörtervezési feladattal foglalkoztam, de a Posta Kísérleti Intézetben csináltam a diplomatervemet. Akkor az áramkörök tervezéséhez ilyen grafikonokat használtak, és olyan katalógusokat, amiben hatalmas mennyiségű szám volt a különböző esetre. Ha ilyen a követelmény, akkor ilyen legyen az áramkör. De utána már mi már nagyon megszerettük a számítógépes tervezést, és a kis doktorimba lineáris programozás optimalizálási eljárással csináltam szűrőtervező programot. A kandidátusi fokozatodat azt 1983-ban vetted meg. Az milyen témában készült? Majdnem azt lehet mondani, hogy ugyanabban a témában is mégse. A legnagyobb probléma ezeknél a számítógépes áramkörtervezéseknél az, hogy hogyan lehet a műszaki feladatot úgy megfogalmazni matematikailag, hogy ez egy matematika feladattá váljék.
Majd aztán a kiértékelésnél megnézzük, hogy mint műszaki feladat jól megoldotta, ha nem, akkor tovább futtatjuk a programot, finomítjuk az egészet. Tehát a kandidátusi disszertációm részben sokkal bonyolultabb, vagy több feladat ellátó áramkörökről szólt, kiegyenlítőkről, nem csak szűrőkről, kiegyenlítőkről, kapcsolatkapacitású szűrőkről, és nem lineáris programozás alkalmazásával jöttem az eredményhez, és ehhez az egészhez nagyon nagy segítséget adott, hogy Prékopa profot megismerve összejöttem a matematikusokkal, az Operációkutatási Társaság tagja lettem. Voltunk együtt sokat konferencián, az érdekessége az, hogy Mátra Füreden az asztalon táncoltunk esténként, amikor nappal komoly matematikai előadások voltak, amit én sokszor nem értettem meg, de a lényegét persze, vagy azt, aminek erre szükségem volt, ezt megértettem, és ők engem azért hívtak meg, mert ők élvezték azt, hogy az ő száraz matematikai képleteiket tudja valaki valóságos feladatok megoldására használni, és így hívtak meg ők előadásra. És nagyon élveztem a velük való együttműködést. És a kandidátusimnak lett az eredménye az, hogy Olaszországban megtudták, hogy én nem csak a nagyon egyszerű előírásokhoz tudok áramkört tervezni, hanem frekvenciafüggvényben különleges előírásokhoz, és így aztán meghívtak engem egy olaszországi egyetemre, Páviai Egyetemre, együtt is publikáltunk, és ott a kandidátusi disszertációmnak a szűrőtervező projektjét ott telepítettem is, és aztán ők ott azt használták. Milyen nyelven programoztad ezeket a nagy munkákat? Kezdetben Algol, és aztán Fortran. És tulajdonképpen a Fortran után már a C++ nyelveket nem használtam. A tudományos élet mellett egy nő életében azért fontos az is, hogy családja van, gyerekei vannak. Hogy fért a te életedbe bele a két gyerek és a tudományos élet együtt? Talán azt mondhatom, hogy az egész szakmát úgy, ahogy van, akár ki is dobom. És örülök, hogy van két gyerekem. Hát így fér bele. És tulajdonképpen még ez is, ha már így egy kicsit a magánéletről beszélünk, én az akkori kornak megfelelően később mentem férjhez. 30 év fölött voltam, mikor az első gyerekem megszületett. Tehát egy kicsit már én ott tartottam, hogy nekem soha nem lesz gyerekem. És aztán olyan boldogság volt, hogy egy tanszéki kollégával sikerült egymásba szeretni, és jött a két gyerek, úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt. És az is igaz, hogy ha nem születtek volna meg a gyerekek, talán még a kandidátusimat sem írom meg. Annyira nagy örömöt adtak ők, hogy ők ott vannak körülöttem. Lehet azt mondani, hogy inkább motiváltak. Pontosan, igen, pontosan. Azért, ha a motivációról beszélünk, akkor hadd kérdezem még meg, hogy itt a tanszékről, kik azok a kollégák, akikről úgy érzed, hogy sokat tanultál valamikor tőlük, aztán jó volt velük együtt dolgozni, és hogy a szakmai igen. munkába ők motiváltak valamilyen szinten. Igen. Géher Károly volt a mi témavezetőnk, és minket úgy hívtak, hogy Géher óvoda. Géher prof játszott komoly szerepet, de a többieket, Ron Tibor fantasztikus jó kollégám volt, sokáig egy szobába ültem vele. Tehát mi együtt dolgoztunk szinte mert a dolgozás és nem csak a kutatás, hogy annak idején az egyetemieknek az extra bevételt egyetemnek is és nekünk is, az ipari cégeknek végzett külső kutatási munkák adták, és itt nagyon jól együtt dolgozott a Géher óvoda ember, és Solymosi János volt ott, Geffert László, aki végül is a gyermekeim apja, és később Gajdos Sanyi jött oda még, Gál Józsi, tehát mi egy nagyon jó kis csapatot alkottunk. Talán, ha majd ránéztek arra a fényképre, ami a
táblára kiraktam, ott látjátok, hogy nagyon-nagyon jó légkör volt a Kozma professzor úr tanszékén. Azt gondolom, hogy a rendszerváltás környéke a te életedben is annyiban jelentős változást hozott, hogy 1990-től oktatási dékán helyettes voltál a villamoskaron. Milyen tevékenységek kapcsolódnak hozzá? Ez nem történhetett volna meg, ha nincs rendszerváltás, mert én még életemben nem voltam akkor sem, meg azóta semmilyen politikai pártnak tagja, és nem lehetett volna, hogy megválasszanak oktatási dékán helyettesnek, ha nincsen rendszerváltás. Annak ellenére, hogy a diákok a Dunajegén kiáltották ki, hogy engem szeretnének oktatási dékán helyettesnek. Amit igazán szívből szeretek, az a szervezés, a struktúrák, a segítése a hallgatóknak, oktató kollégáknak ahhoz, hogy jobban menjen a villamoskar, hogy a diákoknak jobb legyen, könnyebb legyen a tanulás, hogy tartottam például évfolyam gyűléseket, amiket azóta az előtt soha senki. Tehát olyan volt, hogy megjöttek az első évesek, és nagyon nagy változás gimnázium után bejutni az egyetemre, tehát én összehívtam az első éveseket, hogy kérdezhetnek bármit, és én meg elmondtam, hogy szokott így zajlani az élet, mit jelent az, hogy villamoskar, tehát például egy ilyesmit csináltam, és nagyon-nagyon élveztem. Nagy jelentőség az a nap volt, hogy már az én dékán helyettességem előtt 4 évvel a villamosmérnöki kajonról megjelent az informatika oktatás szükségessége, és a tradicionális szakok, erős áram, gyenge áram, stb. Mellé informatika szak jött létre 1986-ban, amire egyre több hallgató szeretett volna bejutni, és szükség volt sokkal több, de sokkal több informatikusra, és ezért úgy döntött a kar, hogy 1991-től még a kar nevét is megváltoztatva, amelyik eddig villamosmérnöki kar volt, villamosmérnöki és informatikai karrá változtunk, és egy része volt a karnak, ami a villamosmérnöki tudományokat oktatta, és külön nem egy szak csupán, hanem egy másik hatalmas rész volt, amelyik a mérnök informatikát, műszaki informatikát, amit később mérnök informatikára neveztek át, azt tanította. Ha jól emlékszem, akkor túl sok női vezető a Műszaki Egyetemen nem volt, nincsen. Érezted annak valami hátrányát, hogy nőként vagy magas beosztásban az egyetemen? Érdekes módon egyáltalán nem éreztem a hátrányát. Ha már a számítástechnikáról van szó a Műszaki Egyetemen, akkor hadd emlékezzek arról, hogy írtál egy könyvfejezetet a Budapesti Műszaki Egyetemen a számítástechnika oktatás kialakulásáról, mind a nappali tagozaton, mind a szakmérnöki területen. Hogy mondanál erről néhány szót? Igen. Nagyon sok minden az ember életében véletlenszerűen történik. Selényi prof, aki dékán helyettes volt akkor, tehát talán tudományos dékán helyettes akkor, amikor én oktatási, ő kapott el a folyosón, hogy Edith, megkerestek engem, hogy Kozma profról kellene írni egy számítástechnikával foglalkozó könyvet. Maga a Kozma szakértő elvállalja? Mondom, elvállalom. És kiderült, hogy nem is a Kozma profról kellett írni, hanem arról, hogy hogyan vezették be a villamosmérnöki karon a számítástechnika oktatását. De amikor már ráborítottam, és elvállaltam, és Antani Tóth Edittel beszéltem, és ez a könyv az, amelyikről éppen most szó van, akkor úgy gondoltam, hogy ezt meg fogom tudni csinálni. Egyrészt azért, mert azt én észrevettem, hogy a mi tanszékünkön is a számítástechnika bevonult az oktatásba. Először valamit érdekes módon talán éppen a szakmérnököknél, hiszen ott élőben szükség volt, és látták, hogy számítástechnikai nem lehet a feladataikat megoldani. Megkaptam, szerencsére nagyon jó a könyvtárunk, a könyvtárosok őnál megtaláltam abban a kornak az órarendjeit, és abból
nagy türelemmel kimozsolázgattam, hogy ki kinek mit tanított, melyik évbe kezdődött el, kik voltak az úttörői. Alapító tagja és tudományos szervezője voltál a tanszéken működő nagysebességű hálózatok laboratóriumának. Mit fedez a név? Mivel foglalkoztatok? Kordos Géza Amerikában egy konferencián összetalálkozott Boda Miklossal, ugye, aki Svédországba szakadt hazánk fia, és ott megállapodtak abban, hogy a tanszéken létrehozzák a nagysebességű hálózatok laboratóriumot, amelyik tulajdonképpen a lényege az, hogy a távközlő hálózatokkal foglalkozott, és a távközlő hálózatok legfrissebb alkalmazási lehetőségeivel és annak a technikai feladataival kezdett foglalkozni 1991-ben, és végig felismerték azt, hogy mi az az új téma, amivel foglalkozni kell, és amivel foglalkozni érdemes. Így aztán máig, 30 év óta ez a kutató laboratóriumi része a tanszékünknek, amely, ahol a tagok, ugyanúgy, mint a többi tanár oktatnak, az Ericssonnal és az ELTE-vel együttműködve jelenleg az elektromos autók fejlesztésének a problémái is többek között az ő kutatási területük. Ha már szóba került az Ericsson, meg az Ericssonnal való szakmai kapcsolat, akkor gondolom, hogy ennek köszönhető, hogy egy időszakra az Ericssonba voltál fő munkahelyen. Igen. Mit csináltál ott? Hogy kerültél oda? Boda Miklós, ugye, aki a nagysebességű házatok laboratóriumnak az alapító ötletadó gazdája, gyakran fordult meg itt nálunk a tanszéken, és ő észrevette bennem azt, hogy a műszaki dolgok tervezését szívesen végzem. Így aztán, amikor 1996-ban a Magyar Ericssonban is megalakult a High Speed Network laboratóriumhoz hasonló kutatólaboratórium, a Traffic Analysis Laboratórium, akkor oda meghívott engem tudományszervezőnek ebbe tehát az Ericsson, Magyar Ericssonhoz, és egyben azt mondta, hogy csak háromnegyed állásba menjek oda, egynegyed itt maradjak itt a tanszéken, hogy egyben kapcsolatot, a napi rendszeres kapcsolat meglegyen a két intézmény között. 6 évet töltöttem az Ericssonba, de végül is a Traffic Analysis laboratóriumtól valahogy elkerültem, már arra kértek, hogy minőség és folyamat irányítási menedzserséget vállaljak a Magyar Ericssonba. Amit elvállaltam, mert gondoltam, hogy nem csinálok egy kicsit mást. 1996 és 2008 között részt vettél az Európai Bizottság által finanszírozott nemzetközi kutatási projektek és projektjavaslatok kiértékelésében. Milyen különösen érdekes projektekkel találkoztál? Milyen munka volt ez? A fő csapás irány az Advanced Communication and Technologies témán belül, hogy az egyes országok milyen témákban, hogy dolgoztak együtt, milyen eredményeket értek el. És visszahívtak többször bírálni, tehát megkaptuk előre az anyag, kemény munka volt. Később azonban te is részt vettél Európai Uniós kutatásokba, 8 Európai Uniós kutatás tudományszervezési projektjében, amelynekből 5-nek te voltál a hazai vezetője. Ezek milyen témákat öleltek fel? Milyen eredményeket értetek el itt? Első ilyen nagy projekt volt, amiben részt vehettem, az InfoBridge nevezetű projekt, és ennek vezetője Stuttgartból Barbara Burr. Egy másik nagy élmény ebből az időszakból, hogy mivel foglalkoztunk, éppen az információs társadalom területén egy expert nevezetű projektbe kiderítették, hogy kellene csinálni egy olyat, hogy az egész világot átszelő videokonferencia. Ma már vicces a Zoom és a MS Teams világába, de 1998-ban az, hogy én ülök itt Budapesten, és látom, hogy Tokióban egy konferencián mit adnak elő, és ahhoz hozzá is tudok szólni, hihetetlen volt a számunkra, hogy ezt megcsináljuk.
2010 óta a címzetes egyetemi tanár vagy. Ebben a kicsit megváltozott világodban a PhD felelős vagy, az MTA publikációs adattáraért vagy felelős itt, és azt gondolom, hogy a Kozma László Emlékbizottság is fontos része az életednek. Mit jelentenek most ezek a feladatok a számodra? Általában a doktoranduszok szeretnek szakmai dolgokkal foglalkozni, szeretnek még esetleg oktatni, de nem szeretik azt, hogy milyen jogaik vannak, kötelezettségeik vannak, mikor mit kell leadni, mikor már anyagokat, mire kell megfelelni, és ezt a terhet próbáltam levenni az ő vállukról. Tudom, hogy te a szíveden viseled a diákok fejlődését. 2015-ben ötletgazdája és megszervezője voltál a Budapesti Műszaki Egyetemen, a doktorandusszak és fiatal kutatók részére bevezetett kutatói készségfejlesztő kurzusnak. Mit takar ez? Milyen eredményeket értetek el? Hatalmas boldogság és szerencse, hogy mondhatom, hogy munkás életem végső szakaszához nagyon-nagyon közeledve találtam rá arra egy angliai egyetem ismertetőjébe, hogy doktorandusz hallgatóknak kutatásfejlesztési kurzusokat tartanak. Megismerve azt az anyagot, jöttem rá, hogy nekünk itt a műegyetemen erre hatalmas szükségünk van. Nagyon sok doktorandusunk remek, okos, szép eredményt ér el szakmailag, és a megvalósulása részben abban, hogy bekerül a technikai életben, műszaki életben, és termék lesz belőle. Részben, hogy az elismerik a fiatal doktoranduszt, elismernék a fiatal doktoranduszt, ez nem következik be, mert ügyetlen a konferencián, és nem jó a kommunikációs készsége. Ezeket a kurzusokatnak a célja az, hogy a doktorandusz hallgatók hogyan tudják az eredményeiket ügyesen és jól ismertetni, hogyan tudják megértetni a fontos műszaki vezetőséggel, hogy mi az, amit ők csináltak. Tanuljanak meg együtt dolgozni társaikkal azon a témán, amiben ők eredményeket értek el, tehát az együttes munka. Vagy például az, hogy az egyéni karrierjüket is segítsük. Két-három szót mondanál a Kozma Emlékbizottságról is? 2002-ben születésének 100. évfordulója volt, és ekkor Gordos Géza tanszékvezető javaslatára alakult egy Kozma László Emlékbizottság, és szép emléket szerettünk volna a Kozma professzornak állítani. Az Emlékbizottság titkári feladatát töltöttem be én, és munkánk eredményéül egyrészt a akkor nemrég épült informatika épület legnagyobb előadó termét Kozma László teremnek nevezték el a bizottság javaslatára. Ugyancsak minisztériumi felterjesztésünk volt arra, hogy lehessen kiadni Kozma László emlékérmet az arra érdemeseknek, valamint több cég finanszírozásával Kozma László melszobor készült, amely most az informatikai épület egyik dísze. A Hírközlési Tudományos Egyesület aktív tagja vagy. Voltál intézőbizottsági tag, tiszteletbeli szenátor vagy. Miért fontos ez a tevékenység? Szinte természetes volt annak idején, hogy a témánk, az, a tanszéknek a témája, ugye a híradás technika, hogy tagok legyünk az egyesületbe. Ezek után nem csoda, hogy itt végighallgatva az eddigi szakmai tevékenységeket, hogy több kitüntetésbe is részesültél. Az oktatási kiváló dolgozója lettél, Puskás Tivadar díjat, Kozma László emlékérmet kaptál, rektori dicséretben is részesültél. Hogy érted meg ezeket a kitüntetéseket? Nagy örömmel töltött el az oktatási kiváló dolgozója elismerés, azért, mert
úgy örültem, hogy ezt a szakmát választottam, és észrevették azt, hogy ezt szívesen és jól csinálom. A díjak közül igazán az utolsó volt az megint, ami nagyon-nagyon örömmel töltött el, mert akkor már igencsak nem voltam fiatal, és olyan jól esett az, hogy tudok olyan gondolattal élni a kurzusok megalkotásával, amivel nem csak a saját környezetemnek, hanem a Műegyetem összes doktorandusz diákjának, külföldi és magyar doktorandusz diákjának tudtam egy gondolatom megvalósításával segíteni. De sok munka között mi az, ami aktív pihenést, kikapcsolódást jelent neked? Igen, tehát a hobbim, ugye? Azt hiszem, hogy egy nőnél természetes a családja. A másik dolog, 15 éves koromban nagynéném megtanított bridge-ezni, és azt mondta, Edith, ha boldog öregkort akarsz, tanulj meg bridge-ezni. És nagyon igaza volt. Tehát a családon kívüli hobbim a bridge-ezés, amit kezdetben csak ilyen társasági, tehát két házas pár összejött és játszogattunk, majd a Tudományos Akadémia Bridge klubjába jártam, de amikor megismertem a verseny bridge-et klubokba, akkor ott azért éreztem, ha más nem a partnerem kedvéért, nagyon oda kell figyelni és teljesíteni kell. Nem jutottam el extra nagy eredményre, de harmadosztályú versenyző vagyok, és amit a nagynéném mondott, annak a megvalósulása az, hogy évente többször lejárunk vidékre, 60-an, 80-an, 4-en, 8-an, elmegyünk néhány napra, és ez remek kikapcsolódást jelent, mert ott napközben kirándulunk, délután este bridge-ezünk. Tehát ez a kedves hobbim az életemben. Az életed döntő részét ezen a tanszéken, bár neve többször változott, töltötted. Minek köszönhető, hogy ilyen tartósan itt élsz? Hogy éled ezt meg? Az a helyzet, hogy én úgy érzem, hogy szerencsém van ezzel a tanszékkel. Ami nekem nagyon tetszett, hogy soha nem vettem azt észre, hogy posványossá, megszokottá, unalmassá, elavultá lett. Jó, hogy ilyen fiatalokkal vagyunk körbevéve, és ha jól esik, hogy a folyosón mosolyjal köszöntenek. Talán ezért szeretek itt lenni. Thank you.